Szeretett gyülekezet, az előbbi szakaszból szeretnék kiemelni egyetlen mondatot, amit Pál apostol mondott az efézusi gyülekezet tagjainak, akik szerették volna, hogy ott maradjon még sokáig közöttük Pál, és ő így válaszolt nekik. Amikor pedig megkérdezték, akkor Pál így válaszolt, visszatérek hozzátok, ha Isten úgy akarja. Azután elhajózott onnan. Visszatérek hozzátok, ha Isten úgy akarja. Mondja Pál az efézusi gyülekezet tagjainak, és valószínű, hogy amikor ezt most halljuk, akár bennünk is felmerülhet a kérdés, hogy kedves Pál, mondd már meg nekünk, vagy magyarázd meg nekünk, hogy ezt miért Isten dönti el. Hát miért Isten fogja eldönteni azt, hogy te itt maradsz-e közöttünk, vagy nem, visszatérsz-e hozzánk, vagy sem? Hát Pál, te egy szuverén ember vagy, te dönthetsz önmagad, nem? Miért Isten fogja ezt eldönteni, és miért nem te, kedves Pál? Na most valószínű, hogy ezzel az egyszerű kis páli mondattal a keresztény ember legfontosabb kérdéséhez jutottunk el. És ez pedig így hangzik, hogy mi az Isten akarata? Mi az Isten akarata? Hogyan ismerhetem fel az Isten akaratát a saját életemre nézve? Ha Isten dönt helyettem, mert lehet, hogy valaki ezt így gondolja, ha Isten dönt helyettem, akkor ez azt jelenti, hogy nekem nem is kell döntéseket hozni? Vagy mi van, ha nem ismerem fel Isten akaratát? Vagy amíg nem ismertem fel Isten akaratát, addig ne is csináljak semmit? Vagy mi van, ha csak azt hiszem, hogy Isten akaratát értettem meg, de közben a saját vágyamat vetítem ki, és valójában a saját vágyom után megyek? Van egyáltalán Istennek személyre szóló akarata, konkrétan az én életemre nézve? Vagy ez csak a régi idők nagy embereinek volt a kiváltsága? Hát lehetne még sorolni azokat a kérdéseket, amivel minden olyan keresztény ember, aki megpróbálja hitét komolyan venni, újra és újra találkozik, mert rengeteg olyan döntéshelyzet elé kerülünk az életben, ahol érezzük, hogy ezen a döntésen nagyon sok múlhat. És hívő emberként szeretnék olyan döntést hozni, ami az Istennek kedves. De akkor most az Isten dönt, vagy én? Hol van-e között a határ? Van-e egyáltalán? Na hát ezekről a kérdésekről fogunk mi most együtt beszélgetni, és nem könnyű kérdés ez. Mert nincsen erre olyan egyértelmű válasz, mint egy tabletta, amit az ember bedob, és akkor onnantól megtette, ami az ő feladata. De van rá válasz. Pál apostol missziói útjáról olvasunk mostanában a bibliaolvasó kalauzunk szerint. Nem kevesebbet jelentettek ezek az utak, egyébként három ilyen missziói útja volt, ezek egyenként 3-4 év időtartam voltak, tehát azért az ókori viszonyok között utazta be a földközi tenger medencéjét Pál. Ezek több éves utak voltak, és ezekben a különböző kis-ázsiai, ma törökországi területeken lévő gyülekezetben, aztán átjutva Európába, gyülekezeteket alapított, mind-mind évek hosszú munkája, fáradtságos, veszélyes munkája. Azt szoktuk mondani Pál apostol munkájára, hogy a mi szemszögünkből nézve az akkor ismert egész világot bejárta. Ezt szoktuk így használni, hogy az akkor ismert világot, ami ugye a kis-ázsiai, az európai embernek ez a földközi tenger medencéje is még maximum európáig kitekintve. De most ez a gondolat segíthet nekünk abban, hogy ezt az egész Isten akarata kérdést megértjük, mert gondoljunk csak bele. Mi azt mondjuk, hogy az egész akkor ismert világba elvitte az evangéliumot. Mert a saját ismeretéből fogalmazott az akkori ember is, márpedig az akkori ember csak ezt a részét ismerte a világnak. Ismeret volt ez is, de csak egy szelete a teljességnek és a valóságnak. Hiszen már nyilvánvaló, hogy akkor is volt Kína, meg akkor is volt India, meg akkor is volt Amerika, meg őslakosok, meg akkor is volt Ausztrália, de arról nem tudtak. Ezért nyugodtan fogalmazhatunk velük együtt így, hogy szerte a világba elvitték az evangéliumot. Na, amikor Isten akaratáról beszélünk, akkor ezt is, ami kicsikek is, jelenlegi ismeretünkből kiindulva vizsgáljuk ezt a kérdést, hogy mi lehet az Isten akarata.
És a saját kis tapasztalatunkból, a valóság egy kis felfogott szeletéből indulunk ki mi is ilyenkor. Persze, mert hát nyilván Isten léte, megismerhetősége messze túl van az emberi befogadhatóságon, az én agyi vagy értelmi képességeimen. Én egy teremtmény vagyok, ő a teremtő. Én véges vagyok, ő végtelen. Nekem évekig telik megtanulni esetlegesen egy jó szakmát, ő pedig róla meg azt mondjuk, hogy mindenható. Szóval érezzük, hogy nem egy pályán focizunk az Istennel, hogy ilyen hasonlatot hozzak. Nem egy súlyban vagyunk vele. És olyan pici az, amit az én értelmem belőle fel tud fogni, hogy hogyan is mondhatja azt az ember, hogy én ismerem az Istent. Ez körülbelül olyan túlzás lenne, mint azt mondani az ókori világban, hogy mindenhova elvitte az evangéliumot Pál. Nem vitte el mindenhova, de az akkor ismert világban igen. Magyarul mi is a saját kis példánkból, a saját kis eddigi ismeretünkből indulunk ki, és ebből kiindulva próbáljuk keresni Isten akaratát az életünkre nézve. De ahhoz, hogy én az Isten akaratát megérthessem ahhoz ugye valahogy nekem kapcsolatba kell vele lépni. Vagy mondjam így, találkoznom kell vele, a Teremtő Istennel, nekem a teremtménnyel, nekem a porszemmel. És igen, itt van pontosan a lényeg. Itt van pontosan a lényeg. Ahhoz, hogy az ő akaratát megismerhessem, és ez segítsen nekem döntést hozni az élethelyzeteimben, amelyek lehet, hogy meghatározzák onnantól az egész életemet, onnantól nekem találkoznom kell vele. Mivel nem találtak olyan civilizációt ezen a földön, ahol ne lett volna egy egyszerű vagy egy komplex Isten képe vagy vallási elképzelése az embereknek, ezért mi bátran kijelenthetjük azt, hogy az ember ösztönösen foglalkozik az Istennel. Ösztönösen vonzódik az ember a transzcendens felé, a megfoghatatlan felé. Azért, mert egy csomó dolog van az életében, amire egész egyszerűen nem tud választ adni önmagától. Egy csomó olyan dolog van az életedben, amire te keresed a választ, egy kutya nem keresi soha életében. És érzed azt, hogy több vagy minden teremtett élőlénynél, de mégis ott nyomasztja az embert a keresés. Van-e válasz a kérdésemre? Megérthetek-e valami felsőbb vezetést az életemre nézve? Kell, hogy legyen valaki. Kell, hogy legyen valaki, aki nálam több, aki nálam hatalmasabb, aki létrehozott, akit meg lehet kérdezni, akinek ki lehet tudakolni a szándékát, mert ha nincs, akkor a saját agyi és érzelmi képességem fogja vagyok. Mert mindig csak annyit fogok érteni a világból, amennyit be tudok fogadni. De a világ ennél sokkal több. Értitek ezt a csapdahelyzetet, amiben egy csomó jó szándékú ember beleragad? Nem mer az Isten felé nyitni, de majd szétveti a sok kérdés és bizonytalanság. Amikor tehát Isten akaratáról beszélünk, akkor először is az a kérdés, testvérem, és lehet, hogy ez ebben a körben annyira nem nehéz kérdés, hogy hiszel-e Istenben? Tehát hiszel-e benne? Tehát találkozni csak azzal találkozhatsz, akiben hiszel. Kapcsolatba kerülni csak azzal lehet, akiben hiszel. Eszembe jut az a kísérlet, amit végeztek, agykutatók mindenféle érzékelőt elhelyeztek az emberek agyára, és mondjuk amikor imádságra kérték az embereket, hív embereket, akkor mindenféle mutató kimozdult, és mindenféle mutató jelzett, hogy ott bent történik valami. Amikor ugyanezeket az embereket megkérték, hogy mondjuk beszéljen a télapóhoz, vagy a Mikuláshoz inkább, ugye ez az autentikusabb, akkor semmi nem mozdult az agyban. Az ember ösztönösen, és erre már bizonyítékunk van, amikor az Isten felé komoly hívő emberek az Istenhez fordulnak, az pontosan ugyanolyan reakciót vált ki az agyból, mintha egy szeretett személlyel elkezdek beszélgetni. Magyarul az agyamat nem lehet becsapni. Ő tudja, hogy van Isten. Ugyanazok a részek mozdulnak, és azok az elektromos kis jelek működnek, de amikor a Mikuláshoz beszélt, akkor semmi. Amikor Isten akaratát keresed az életedre nézve, akkor az első kérdés az, hogy hiszel-e benne egyáltalán. És még egyszer mondom, lehet, hogy ez nem ebben a körben kérdés, de mindaz, ami ebből következik, már izgalmas lehet.
Ugyanis a hit az az eszköz, amin keresztül ki tudok lépni a saját kis kereteimből, és el tudok jutni Istenig, ugye? Ez idáig egyébként megállja a helyét. A hit az az eszköz, ami képessé tesz arra, hogy többet befogadjak, mint amire a saját értelmemből eljutok. Vörös Sándornak van egy gyönyörű verse, amiben egy sort szeretnék idézni, azt mondja, alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Magyarul olyasmit akar ezzel mondani, hogy indulj el te alulról fölfel az Istenhez. Tudakold ki, kutasd ki, hogy mi az ő akarata és szándéka rád nézve. Ez egy nagyon népszerű gondolat. Vörös Sándor idejében is az volt meg, régebben is, meg már a görög filozófusoknál is az volt meg, ma is az, csak éppen ez nem az, amiről a Biblia tanít. Ez nem az, amit mi keresztjének hiszünk, hogy mi innen alulról a bennünk lévő képesség hit létráján keresztül fölmászhatunk hozzá. A Biblia nem erről tudósít. Ez nem az, amiről Jézus beszélt. Ez éppen az, amiről minden más vallás beszél a kereszténységen kívül, akik azt mondják, hogy mindenféle gyakorlatokkal elérheted azt, hogy egyre és egyre többet érts, meg egyre és egyre többet tudj, de mi keresztények nem ebben hiszünk. A Biblia alapján nem ebben hiszünk. Mi nem alulról fölfele irányba hiszünk, hanem, hát pont erről szól a Biblia, hogy fölülről lefele történt mozdulás azért, hogy az ember megérthesse Isten akaratát. Mi pont azt olvassuk a Bibliában, hogy ő tette magát megismerhetővé, mármint az Isten, azáltal, hogy Krisztusban emberré lett. Ő transformálta le magát a mi befogadhatósági szintünkre. Ő transformálta le magát megérinthetővé, megölelhetővé, megszülethetővé. Ez a mi keresztény hitünk alapja. Nem mi jutunk el az Istenhez, ő jutott el hozzánk. Na, szóval, hogyha Isten úgy döntött, hogy megismerhetővé teszi magát, és mi ezt elhisszük, akkor igenis van értelme keresni az ő akaratát. Egyébként nincs. Tehát ha mi ebben nem hiszünk, akkor nem fogjuk megtudni, megérteni az ő akaratát. Most akkor visszatérek Pálhoz, aki így fogalmazott, ha Isten úgy akarja, majd visszajövök. Ezzel pont azt fejezi ki Pál, hogy igen, ő ebben a felülről lefele irányban hisz. Abban, hogy az Isten fogja neki megmutatni, hogy mit kell tennie. És pont ő, Pál lehet az, akinek ez a szájából nagyon hiteles lehet egyébként, hiszen emlékezzetek a damaszkuszi útra. Megvan ez a történet? Amikor Pál teljes mellszélességgel, büszkén és kegyetlenül megy, hogy összefogdossa a keresztényeket Damaszkuszba, ott van a zsebében a felhatalmazó levél a letartóztatásra, és egyszer csak történik valami, amiről ő is csak így dadogva ír, hogy nagy fényesség támad, leesik a lóról, nem tud tovább menni, és hall egy hangot, Pál, vagy akkor még Saul, te miért üldözöl engem? És egészen direktben megszólítja őt az Isten, és megállítja őt az Isten, és kifejezi az Isten azt, hogy Pál, veled nekem más tervem van. Ezért ő nagyon-nagyon hitelesen mondhatta azt, hogy én megvárom az Isten utasítását. Majd, ha ő azt mondja, akkor visszatérek hozzátok. Igen, Pál életében ez működött. Nagyon direkten belenyúlt az Isten, és kifejezte az akaratát, hogy nem mész Damaszkuszba, nem fogdosol össze keresztényeket, nem csuksz le keresztényeket, hanem az az energia, meg az az elszántság, meg azok a nagyon, egyébként nagyon jó tulajdonságok, amik benned vannak is, és azokat te eddig rosszra használtad, azt én most szeretném jóra használni. Ezt nevezzük ugye Páli fordulatnak. Elég egyértelmű tehát, hogy Pál hitelesen hivatkozott az Isten akaratára, de mi van veled és velem? Mi nem vagyunk Pál. Valószínű nincs is ránk bízva akkor a küldetés, hogy itt 2000 évvel ezelőtti lehet, vagy feladatokba kelljen beleállni, mint nekik. Valószínű mennél sokkal, de sokkal, nem tudom, komfortosabb, meg nem tudom, milyen konszolidáltabb életet élünk. Hogyan érthetem meg én az Isten akaratát? Mert oké, ez Pál, rendben, nálam működött, de jó neki. Nálam is működik? A reformáció egyik nagy felismerése az volt, hogy a Szentírás önmagát magyarázza, ezért hadd legyek most jó református, és hadd hozzak ide segítségül egy gondolatot a római levélből.
Az egyik kedvenc szakaszom, így hangzik. Kérlek azért titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. Miért? Azért, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Mi az, ami jó, ami neki tetsző, ami tökéletes. Pál itt a római levélben három lépést ír le, amit minden bizonnyal ő is meglépett, de minden bizonnyal nekünk is előttünk áll lehetőségként, hogy meglépjük azért, hogy megérthessük, mi az Isten akarata az életünkre nézve. Ez a három lépés így hangzik. Szánjátok oda magatokat, ne igazodjatok a világhoz, és változzatok meg értelmetek megújulásával. Mind a három lépés az egy emberi reakció, az egy emberi aktivitást kíván. Mind a három az egy válaszreakció az Isten érintésére. Mert valószínű valamikor az életedben egy esemény kapcsán, egy beszélgetésben, egy hívő ember példájában megérintődtél az Isten által. Ez elkezdett benned mocorogni, nem hagyott békén, nem hagyott nyugodni. És elkezdtél válasz lépéseket, válasz gondolatokat tenni erre. Valószínű ezért vagy most itt. Hogy ugyanez a folyamat lezajlott benned. És hogyha itt tartasz, akkor jön ez a három lépés. És ezért nagyszerű, és könnyű, és könnyen befogadható ez a három lépés. Először is azt mondja Pál, hogy szánjátok oda magatokat Istennek tetsző áldozatul. Mert nincs siker áldozathozatal nélkül. Nincs siker. Nem lehet magam életére megérteni Isten akaratát, anélkül, hogy ne hoznék érte áldozatot. Sokan keresik Isten akaratát az életükre nézve úgy, hogy képletesen szóval egy helyben ülnek. Egy helyben ülnek, és várják, hogy majd Isten akarata világos legyen. Lehet, hogy arra várnak, hogy ugyanúgy, mint ahogy Pál a Damaszkusz úton, kapjunk egyszer csak egy megvilágítást, és akkor innentől hirtelen minden kitisztul. Mit tettél meg azért, hogy megértsd az Isten akaratát? Hogyan fejezted ki az Istennek, hogy én érteni akarom az akaratodat, ezért oda szánom magam, ezért rászánom az időt, áldozatot hozok. Például elmegyek oda, ahol róla hallhatok. Például kézbe veszem a Bibliát és olvasom. Nem baj, ha először még nem értem, de kifejezem az Istennek, hogy akarom érteni a te szándékodat, akaratodat. Na ez már odaszánás. És így kezdődik ez a lépés, hogy egyszer csak majd meg fogom érteni az ő akaratát. Ebből következik a második lépés, az, hogy ne igazodjatok-e világhoz. A legnagyobb odaszállás és áldozat az ember részéről ugyanis az, hogy ne a látható világhoz igazodjon. Szerintem ez a legnagyobb kihívás mindnyájunk számára. Éppen azért, mert mindenki ezt teszi körülöttünk. Igazodnak az emberek érdekek alapján, meg igazodnak akár meggyőződés alapján, meg igazodnak befolyás miatt, meg igazodnak erőszak nyomán. És azt írja Pál, hogy ha te meg akarod érteni az Isten akaratát, ne a világhoz igazodj, mert a világ láthatóan vak. A világ láthatóan újra és újra ugyanabba a folyóba akar belelépni. Ne a világhoz igazodj. Mert ahogy egyre jobban megismered őt, és egyre jobban odaszánod magad, akkor egyre jobban képes vagy már nem a világhoz igazodni, hanem ahhoz, amit megismersz az ő igéjéből, vagy hallasz egy ige hirdetésből. És elindul ez a folyamat benned, aminek a vége az lesz, hogy megérted az ő akaratát. És így jutunk el a harmadik lépésig, azt mondja Pál, hogy változzatok meg az értelmetek megújulásával is. Az értelmem. Magyarul az, amit eddig megismertem, amiben eddig hittem, ami eddig a valóságom volt. Azt meg kell újítani ahhoz, hogy megérthessem az Isten akaratát. Nem kell kidobni az agyamat, ez egy tévedés, bár persze tudom, hogy sokan vádolják a keresztényeket, hogy nátok nem kell gondolkodni, csak el kell hinni mindent. Itt a cáfolat. Maga Pál írja. Változtasd meg az értelmedet, nyisd meg az értelmedet, merj befogadni többet, mint amit eddig. Ez vezethet el oda, hogy megérted az Isten akaratát.
Több olyan tudósról hallottam, akinek feltett szándékuk volt, hogy bebizonyítják tudományosan, hogy a kereszténység az hamis és üres emberi találmány, és beleásták magukat a Biblia tanulmányozásba, a kor tanulmányozásába, és nem egy és nem két olyan tudós van, akinek a munkája eredménye az lett, hogy megtért. Mert ahogy beleásta magát, ahogy megnyitotta az értelmét, ahogy hajlandó volt változtatni az eddigi ismeretein, egyszerűen meggyőzték a bizonyítékok. Éppen az ellenkezőjét bizonyította, mint amit akart volna. Miért? Mert megújul az értelem. Az Isten közelében megújul az értelme. Nem tud olyan maradni, mint eddig. És amikor az ember ezt a három lépést meri gyakorolni, akkor rádöbben arra, hogy valójában ezt azért teszem, mert szeretem az Istent. Azért teszem, mert érzem, hogy ő is szeret engem. Ilyen változásokat csak a szeretet képes elindítani az emberben. Ilyen változások nem jönnek magától. És azt mondja Pál, hogy ezt a három lépést megteszed, akkor érteni fogod az Isten akaratát. Egyébként nem is olyan bonyolult dolog ez így végezetül. Nem tudom, hogy ki hogy tapasztalta, de én már egy párszor igen, eleinte megrémültem tőle, aztán rájöttem, hogy ja, ez valójában nem baj. Ez valójában pont azt jelenti, hogy szeretett kapcsolat van köztünk, mire gondolok, amikor gyakorlatilag a feleségem anélkül kitalálja a gondolataimat, hogy én azt kimondtam volna. Hát azért az először rémisztő, legyünk őszinték, nem? Tehát azért legalább ennyi maradjon már meg az embernek a két füle között, ahová nem látnak be, de belelát. Nem azért, mert valami extra képessége van, azért, mert egy olyan szeretett kapcsolatban élünk, ahol elkezdjük már egymás gondolatait is érezni. Egyszerűen tudjuk, és minél több idő telik el, annál inkább. Hát ha ez két ember közt tud működni, akkor hogy ne tudna az Isten is közted? És ez a csoda. Minél többet vagy vele, annál jobban kezded érteni és érezni azt, hogy ő mit akar a te életeddel kezdeni. És azt hiszem ezért lehet ilyet mondani nekünk keresztény embereknek, hogy ha Isten akarja, akkor igen. Ha nem akarja, akkor nem. Mert ott élünk a jelenlétébe és érezzük. Végezetül hadd olvassok fel valamit, amit nemrégen találtam és olvastam, de is nagyon ideillett. Mindenféle komment és mindenféle magyarázat nélkül ezzel szeretném lezárni. Isten akarata nem annyira arról szól, hogy mit tegyünk, hanem inkább arról, hogy kik vagyunk. Isten akarata nem annyira arról szól, hogy például hogy tanulj tovább, hanem hogy milyen hallgató lehetsz, bárhová is mész. Isten akarata nem annyira arról szól, hogy kivel ismerkedj meg és kivel randíz, hanem hogy hogyan viselkedj méltósággal, amikor kapcsolatot keresel egy férfival, vagy egy nővel, az ellenkező neművel. Isten felhatalmazott téged arra, hogy szabad döntéseket hoz, de arra is, hogy viseld ezek következményét. Amen. Imádságra csendesedjünk el. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, hogy bár mindnyájan érezzük, hogy kevés jó szavunk van, vagy egyáltalán gondolatunk arra, hogy a te akaratodról beszéljünk, hiszen ahogy mondtuk, nem egy súlyban vagyunk. És mégis itt van előttünk annak a lehetősége, amit hittel megragadhatunk, hogy a te veled való kapcsolatban is működik az, ami működik a házastársammal, működik a gyermekeim, működik egy baráti kapcsolatban, hogy előbb-utóbb értjük egymást, hogy előbb-utóbb már kitaláljuk egymás gondolatait. Hálát adunk, Úr Jézus Krisztus, hogy te tetted ezt valósággá számunkra azzal, hogy emberré lettél. És minél többet fogunk eltölteni a te jelenlétedben, annál jobban fogjuk érteni, hogy mi a te akaratod. Hálásak vagyunk azért, mert ezért mi is tehetünk, és nem kell kiszolgáltatottan várni, hogy majd történjen velünk valami. Urunk, így adunk hálát azokért az ajándékokért és képességekért, amiket tőled kaptunk. Tényleg különbözőek vagyunk, és sokféle dologgal, talentummal, képességgel vagyunk megáldva.
De mindez nem elválaszt minket, hanem éppen hogy összeköt. És így vagyunk egy közösség, egy gyülekezet, és a sokféleségünk ellenére mégis most együtt szántuk oda a mi időnket arra, hogy rólad halljunk. Add, hogy ez az odaszánás megszülje bennünk azt, hogy ne a világhoz igazodjunk, és ez a világhoz való nem igazodás végül elvezessen minket arra a gyönyörű állapotra, amikor megváltozik az értelmünk, és sokkal többet hiszünk és látunk már, mint eddig. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságainkat, akkor is, amikor eléd hozzuk az emlékező testvéreket, azokat, akik visszafele tekintenek, akár szerettükre, aki nemrég ment el, akár évekre vagy évtizedekre. Köszönjük, hogy nálad erő és vigasztalás van. Amen.